Nyolcadik fejezet. Alig élt hát Fabrizio egy hónapja az udvarban, már ismert az udvari ember minden gondját, s a bizalmas barátság, mely oly boldoggá tette, egyre mérgezettebb lett. Egyik este feldúltan hagyta ott a hercegné szalonját, ahol már-már hivatalos szeretőnek tekintették, ide-oda bolyongott a városban, így került a kivilágított színház elé, belépett. Céltalan meggondolatlanság volt az ő ruhájában. Amikor Pármába érkezett, meg is fogadta, itt nem tesz ilyesmit. Párma mégiscsak kisváros, alig 40 000 lakják, papiruháját ugyan már az első napokban levetett, és este, ha nem készült nagy társaságba, egyszerűen feketébe öltözött, mintha gyászolna valakit. A színházban harmadik emeleti páholyt bérelt, itt nem láthatták. Goldoni fogadós néját játszották. A terem architektúráját nézegette, alig fordult a színpad felé, de a zsúfolt nézőtér minduntalan felnevetett. Fabrizio a fiatal színésznőre pillantott, aki a fogadósné szerepét játszotta, furcsának, érdekesnek látta, figyelmesebben is megnézte, egészen kedves volt, s főleg nagyon közvetlen. Fiatal lány, aki elsőnek nevetett a tetszetős kis bolondságokon, amiket Goldoni mondatott vele, de mintha attól is meghatódott volna, hogy beszélhet. Megkérdezte, mi a leve a lánynak. Megmondták, Mariette Valcerra. Eny, gondolta, az én nevemet használja, érdekes. Másként tervezte, de most megvárta az előadás végét. Másnap ismét ott volt, harmadnap már tudta Mariette Valcerra címét. Aznap este, amikor elég nehezen megszerezte ezt a címet, feltűnt neki, hogy a gróf kedvesen nézi őt. A szerencsétlen, féltékeny szerelmes, aki csak a legnagyobb önuralommal tudta józanság parancsait követni, kémeket rendelt a fiatalember nyomába, és Fabrizio színházi kiruccanása felvidította őt. És most részletezzük a gróf örömét. Rögtön másnap, amikor elszánta magát, hogy kedves lesz Fabrizioval, megtudta. A fiú hosszú, kék redingót öltve, és így félig álruhában, felmászott Marietta nyomorúságos szobájába, a színház mögött egy öreg-öreg ház negyedik emeletére. S még boldogabb lett, amikor jelentették, hogy Fabrizio álnéven mutatkozott be, és abban a megtiszteltetésben részesült, hogy egy Giletti nevű semmire kellő féltékenységét felpiszkálta. Ez a Giletti harmadrendű szolgaszerepeket játszott itt a városkában, és a falvakban kötélen táncolt. Marietta nemes szeretője káromkodva szitta Fabriziót, és megfogadta, hogy megöli. Az operai együtteseket impresszáriók állítják össze, ezek innen és onnan is szerződtetnek tagokat, ha az énekesek nem kérnek sokat, vagy éppen szabadok. Az így összesodródott társulat egy évadra legfeljebb 2-re marad együtt. A vígjátéki társulatokkal nem így van, ők is városról városra vándorolnak, állomáshelyük 2-3 hónaponként változik, mégis úgy élnek, mint egy nagy család, s a családtagok szeretik vagy gyűlölik egymást. Ezekben a társulatokban akadnak összeforrott párok, s a város gavallérjai, ahol éppen játszanak, néha alig tudják szétugrasztani őket. Pontosan ez történt hősünkkel is, a kis Marietta eléggé szerette, de rettenetesen félt is Gilettitől, aki egyetlen férfia akart lenni, és mindig a sarkában volt. Giletti mindenfelé ordítozta, hogy megöli a monszignorét, mert követte Fabriziót, és megtudta a nevét. Ez a Giletti a legcsúnyább férfi volt, igazán nem lehetett rajta mit szeretni, mértéktelenül magas, szörnyen sovány, erősen himlőhelyes és kissé kancsal. Egyébként mesterségének bűvöletében élt. Rendszerint úgy jelent meg a kulisszák mögött, hogy cigánykereket hányva bukott be társai közé, vagy más kedves mutatvánnyal hozakodott elő. Azokban a szerepekben ragyogott, amelyekben belisztezett képpel kellett kijönnie, s verekedett vagy őt ütötték-verték. Fabrizio egy kitűnő vetélytársa 32 frankot kapott havonta, s igen gazdagnak hitte magát. Mosca gróf úgy érezte, a sírbolt ajtajából tért vissza, amikor kémei sorra jelentették mindezeket a részleteket. Feltámadt a régi, kedves, szellemes férfi. A hercegné fogadó termeibe még vidámabb és elbűvölőbb társalgó volt, mint régen, de óvakodott, hogy egyetlen szóval is elárulja a kis kalandot, mely visszahozta az életbe. Sőt, mindent megtett, hogy a hercegné minél később tudja meg, mi történt. S végül megjött az ereje is. A józan eszére hallgatott, mely egy hónap óta egyre fülébe harsogta. Ha valakit már nem szeretnek úgy, mint azelőtt, az a szerelmes, utazzék el. Fontos ügy szólított a Bolognába.
S a kormány futárai naponta kétszer sokkal kevesebb hivatalos jelentést, de annál több új hírt hoztak a kis Marietta szerelméről, a félelmetes Giletti haragjáról és Fabrizio próbálkozásairól. A gróf egyik ügynöke többször is követelte, hogy játsszák el Arlecchino a Csontváz és a Pástétom című komédiát, mely Giletti egyik ragyogó szerepe volt. Abban a pillanatban lép ki a Pástétomból, amikor vetélytársa Brighella éppen neki akar látni a Pástétomnak, mire alaposan elverik. Ezzel a fogással 100 frankhoz lehetett őt juttatni. Az adósságokban füldokló Giletti óvakodott a váratlan pénzről beszélni, de megdöbbentően fennhéjázó lett. Ez alatt Fabrizio szeszélye sértett hiúsággá változott. Gondjai már ilyen korán odajuttatták, szeszélyei voltak. Hiúság vitte a színházba. A kislány jókedvűen játszott és jól szórakoztatta. Amikor kilépett a színházból, egy órára még szerelmes is volt. Arra a hírre, hogy Fabrizio komoly veszélyben forog, a gróf hirtelen visszatért Pármába. Giletti, aki nemrég még Napóleon délceg dragonyos ezredében szolgált, most már komolyan fogadkozott, végez Fabrizioval, és úgy intézte ügyeit, hogy utána Romanyába menekülhessen. Ha egyik-másik olvasónk még nagyon fiatal bizonyára megbotránkozik, mi őszintén csodáljuk a gróf lelki erejét, pedig igazi hősiesség volt, hogy Moszka gróf visszatért Bolognából, mert végre is reggelenként hányszor látszott fáradtnak, s Fabrizio milyen frissen, milyen derűsen jelent meg. Ugyan kivethetett volna bármit a szemére, ha távollétében Fabrizio meghal, s ilyen kis ostobaság miatt. De ő azok közé, a ritka jellemek közé tartozott, akiket örökre bánt az önvád, s ha alkalmuk lett volna nagy lelkűségre, s ők elmulasztották. Különben sem tudta volna elviselni, hogy a hercegnét szomorúnak lássa, szomorúnak az ő mulasztása miatt. Amikor megérkezett, a hercegné hallgatag volt és nyomott. Az történt, hogy csak Kinnát, a kis szobalányt bántotta árulása, s hibáját legalább olyan súlyosnak érezte, amilyen nagy pénzt kapott érte. Ebbe belebetegedett. A hercegné szerette őt, és egyik este felment a szobájába. A fiatal lányt ezt a jóság legyőzte, felzokogott, és rögtön oda akarta adni úrnőjének, ami a gróf aranyaiból megmaradt. Végül bátorságát összeszedve bevallotta, milyen kérdésekkel ostromolta a gróf, s ő mit felelt. A hercegné a lámpához szaladt, és eloltotta, majd azt mondta a kis Csekkinának, megbocsát neki, de az a feltétele, soha senkinek egyetlen szóval se említse a szánalmas jelenetet. Ó, a szegény gróf attól fél, tette hozzá könnyedén, hogy kinevetik, tudod milyen minden férfi. A hercegné ezután lesietett a szobájába. Alig zárta magára az ajtót, sírva fakadt, borzalmas gondolat volt, hogy ő talán szerelmeskedik Fabrizioval, akit megszületni látott, s mégis mi mással magyarázhatná viselkedését? Ezért volt hát komor és szomorú, és így látta viszont a gróf. És most, hogy Moszka ott volt, a hercegnét minduntalan ingerültség folytogatta, és ingerültsége már-már Fabriziót is támadta. Annak örült volna legjobban, ha egyiket sem látja többé. Bosszantotta, hogy Fabrizio olyan nevetséges szerepet játszik a kis Marietta kegyéért, mert a gróf igazi szerelmesként, aki nem tud titkot tartani, mindent elmondott neki. A hercegné nem tudott belenyugodni a szörnyűségbe, bálványa nem tökéletes. Végre egy enyhült baráti pillanatban tanácsot kért a gróftól. Gyönyörűséges pillanat volt Moszkának, a becsület szép jutalma, hogy visszajött Pármába. Szerelmes? Hát ez csak igazán természetes, nevetett a gróf. A férfiak minden nőt megkívánnak, és másnapra el is felejtik őket. Úgy tudom, hogy Fabriziót a Belgirátéba várja Del Dongo Marchini. Remek, hadd menjen! És amíg távol van, udvariasan arra kérem majd a társulatot, mutassa be tehetségét másutt is, még az úti költségüket is megkapják. De mi hamarosan ismét csak azt fogjuk hallani, fiatal barátunk belebolondult az első csinosabb nőbe, akit a véletlen útjába sodort. Ez a törvény, s én nem örülnék, ha Fabrizio kivétel volna. Mégis, ha szükségesnek tartja, hívassa el a fiút a Marchinéval. A tanácsot, amit a gróf látszólag teljesen közömbösen mondott el, a hercegné ragyogó ötletnek tartotta, rettegett Gilettitől. Este a gróf beszélgetés közben könnyedén megemlítette, hogy egyik futárja Milánót érintve Bécsbe indul. 3 nap múlva Fabrizio levelet kapott anyjától. Bosszankodva utazott el, mert Giletti féltékenysége miatt még nem élvezhette a kis Marietta boldogító hajlandóságát, amiről biztosította mamáccsat, az öreg asszony, aki Marietta anyjaként szerepelt.
Fabriciót anyja és egyik nővére vált a Belgirátéban, a Piemonti faluban, a Lago Maggiore jobb partján. A bal part Milánóhoz, tehát Ausztriához tartozott. Ez a tó párhuzamosan nyúlik a Comói tó mellett, ugyancsak észak-déli irányban, körülbelül 20 mérfölddel nyugatra. A hegyi levegő, a csodálatos tó fenséges és nyugodt látványa, melyről ez a másik víztükör jutott eszébe, mely mellett gyerekkorát töltötte, édes mélabúvá oldotta Fabrizio már-már ingerült rossz kedvét. Végtelen gyengédséggel támadt most fel benne a hercegné emléke. Azt érezte itt a távolban, szereti őt, úgy szereti, ahogyan még egyetlen asszonyt sem szeretett, semmi nem lehetett volna fájdalmasabb, mint örökre elszakadni tőle. S ha a hercegné nem idegenkedik a finom kacérkodástól, ebben a hangulatban feltétlenül meghódítja a fiút, ha másként nem, felkeltett féltékenységgel. De ilyesmi fel sem villant benne, pedig Gina egyre a távol élőre gondolt, annyit gondolt rá, hogy a lelki ismerete is megmozdult. Még csak szeszélynek érezte, de úgy vádolta magát érte, mintha valamilyen szörnyűség volna. A gróffal figyelmesebbé és kedvesebbé vált, és Moszka gróf ennyi kedvességtől elbűvölve nem hallgatott egészséges ösztönére, mely még egy bolonyai utat javasolt. Del Dongo Marchini visszautazását erősen siettette idősebbik lányának készülő esküvője. Egy milánói herceg volt a vőlegény. Kedves fiával csak 3 napot tölthetett, még sohasem érezte Fabriciót ilyen ragaszkodó barátnak. A fiatal férfi ezekben a napokban egyre mélyebb szomorúságba süllyedt, s a furcsa hangulata különös, sőt mosolyt keltő ötletet sugalt. Rögtön elhatározta, meg is valósítja. Alig merem elárulni, Blanné abbétól akart tanácsot kérni. A kiváló öreg pap semmiképpen nem érthette meg a bánatos fiatal szívet, melyet egyenlő erejű, gyerekes szenvedélyek rángattak ide-oda. Az abbénak bevezető legalább egy hétre lett volna szüksége, hogy megértse, mire is kell Fabriciónak Pármában ügyelnie. De amikor hősünk arra gondolt, hogy tőre kér tanácsot, izgalmas elevenséggel felélettek 16 éves korának élvényei. Elhiszik-e? Fabrizio nem a bölcs öreggel, nem az önfeláldozó baráttal akart beszélni, útjának célja azok az érzések, melyek 50 órán át hajszolták őt, olyan valószínűtlenek, hogy akkor szolgálnám igazán történetemet, ha mindezt elhallgatnám. Attól félek, ez a hiszékeny Fabrizio eljátsza az olvasó rokon szemvét, de végre is ilyen volt, miért hízelegjek neki? Neki miért jobban, mint másnak? Nem. Nem szépítettem Moszka gróf portréját, a fejedelmét sem. Fabrizio tehát, ha már mindent el kell mondanom, visszakísérte anyját a Lavenói kikötőig, a Lago Maggiore balpartjára, az osztrák partra, ahol a Marchini este 8 óra tájt hagyta el a bárkát. A tavat semleges területnek tekintették, aki nem lépett partra, attól nem kértek útlevelet. De alig sötétedett be, Fabrizio is kiszállt ugyanezen az osztrák parton egy kis erdőben, mely egészen a vízig ereszkedett. Szediolát bérelt, gyors falusi kétkerekűt, s a Szediolán 500 lépésnyi távolból követte anyja kocsiját, a Casa del Dongo inas ruhájába bújt. És az úton cirkáló sok rendőrnek és vámhivatalnoknak eszébe sem jutott, hogy útlevelet kérjen tőle. Comótól 4 mérföldnyire a Marchini és a lánya megállapodott, ott töltötték az éjszakát. Fabrizio az egyik balra tartó ösvényre fordult, mely megkerülve Vico városkát beletorkolott a tó végén egy nemrégiben épített kicsi útba. Éjfél volt, remélhette, hogy már nem találkozik csendőrökkel. A keskeny út minduntalan apró erdőfoltokon vágott át, s a fák felrajzolták lombjuk fekete körvonalát a csillagos, de könnyű köddel fátyolozott égre. Víz és ég mélységesen nyugodt volt. Fabriciót megfogta ez a fenséges szépség, megállt, majd az egyik sziklára ült, mely a tó fölé nyúlt, akár egy kis hegyfog. A mindenre ránehezedő csöndet nem zavarta más, mint egyenletes időközökben a tó kavicsos partján megtörő kicsi hullámok nesze. Fabrizio szíve olasz szív volt, bocsássák meg hibáját, bár tudom, nem fogják eléggé szeretni emiatt, a hiúság csak időnként kapta el, elérzékenyedett, ha valamilyen lenyűgöző szépséggel került szembe, és szomorúságából ilyenkor eltűnt minden fanyarság és keménység. Ült magányos szikláján, nem kellett már rendőrkémekre ügyelnie, védte a mélységes éjszaka és az óriási csend. Szemén lágy könnyek csillantak meg, s itt rég nem érzett, boldog pillanatokhoz jutott.
boldogsághoz, amiért semmit nem kellett fizetnie. Elhatározta, hogy a hercegnének soha nem fog hazudni, de megfogadta, soha nem mondja neki, hogy szereti, soha nem ejti ki előtte a szerelem szót, soha, mert a szenvedélyt, amit így neveznek, az ő szíve nem ismeri. A nemes és tiszta lángolásban, ami most oly boldoggá tette, eltökélte, amint lehet, mindent beval neki, soha nem ismerte a szerelmet. Mintha óriási súlytól szabadult volna e bátor elhatározás után. Talán szememre veti Mariettát, hát nem találkozom többé a kis Mariettával, felelte önmagának vidáman. Az egész napi tikkasztó forróságot kisé enyhítette a hajnali szél. A pirkadat gyenge fehér fényéből a Komói tótól északra és keletre már kiváltak az Alpok csúcsai. A végtelen magasságban örökké tiszta ég, világos azúrjára rajzolódott még júniusban is hófehér tömegük. A Komói tó meredek lejtőit az Alpok egyik nyúlványa választja el a Garda-tóhoz ereszkedő lejtőtől. Ez az ág délre halad a boldog Itália felé. Fabrizio tekintete bekalandozta a fenséges hegyek minden ágát, s egyre fénylőbb hajnal feltárta köztük a völgyet, s átvilágította a könnyű ködöt, mely a szakadékok mélyéről szállt fel. De néhány perc óta Fabrizio már ismét úton volt. Átkelt a Durini félsziget dombján, s végül megpillantotta Grianta templomtornyát, a tornyot, melyből annyiszor figyelte a csillagokat Blané abbéval. Ó, milyen tudatlan voltam akkor! Még azoknak az asztrológiai kézikönyveknek szánalmas latinságát sem értettem, amelyekben mesterem lapozgatott, és azt hiszem, leginkább azért tiszteltem könyveit, mert csak egy-egy szavukat kaptam el, és csak képzeletem öntött beléjük értelmet, mindig a legregényesebbet. Álmodozása lassan-lassan másfelé fordult. Van-e a csillagok tudományában valamelyes igazság? Miért különböznek a többitől? Ha például néhány hülye és néhány ügyeskedő alak megegyezik egymással, hogy ők ismerik a mexikói nyelvet, s mint tudósok rávarják magukat a társadalomra és a kormányzatra, a társadalom tisztelni és a kormány megfizetni fogja őket. Kitüntetésekkel halmozzák el tudósainkat, ezeket az ostobákat, mert a hatalomnak nem kell félnie, hogy fellázítják a népet, s attól sem kell rettegnie, hogy nagy érzelmekkel, nagy szenvedélyeket támasztanak. Ilyen például Bári atya is, akinek negyedik Ernesto éppen most adományozott 4000 frank nyugdíjat, s nagy keresztjével is kitüntette, mert egy hosszabb görög ditirambus 19 hiányos sorát kiegészítette. De Istenem, szabad-e nekem ilyesmint csúfolódnom? Éppen én panaszkodom, akasztotta meg magát hirtelen. Hát nem ugyanazt a nagy keresztet kapta a nápolyi nevelő? Fabrizio egészen nyugtalan lett. Néhány perce még tiszta lelkesedés lobogtatta szívét, és ezt a szép lelkesedést most a siker silány érzése váltotta fel. Ő is a tolvajok cinkosa lett. Hát igen, gondolta az elégedetlen ember elhomályosodó tekintetével. Ha származásom jogot ad ilyen visszaélésekre, aljas öncsalás volna, ha nem élnék vele. Csak nyilvánosan nem illik kárhoztatnom őket. Ez az okoskodás igaz volt, és Fabrizio mélyre zuhant a nagy magasságból, ahová a fenséges boldogság ragadta egy órával ezelőtt. A boldogságnak nevezett kényes növényt elsorvasztotta kiváltságok felrémlő gondolata. Nem szabad hinni az asztrológiában, igyekezett megint másfelé terelni gondolatait. Ha ez a tudomány, akár a nem matematikai tudományok háromnegyed része, lelkesedő tökfilgók és bárki által megfizetett ügyes álszentek ügyes szövetkezése, mi az oka, hogy olyan gyakran kell gondolnom a végzetes jelre? Akkor kiszabadultam a börtönből, de olyan katona ruhájában és menetlevelével szabadultam, akit joggal zártak börtönbe. Fabrizio sehogyan sem tudott előbbre jutni elmélkedéseivel, százféleképpen körüljárta a nehézséget, s nem tudta legyőzni. Még nagyon fiatal volt. Szabad idejében lelkesedve ízlelgette a regényes helyzetéből fakadó élményeit, fantáziája ezeket kifogyhatatlanul szállította. Sohasem töltötte idejét a jelenségek igazi természetének figyelmes vizsgálatával, hogy azután megfejthesse eredetüket. A valóságot a laposnak és besározottnak látta. Megértem, ha valaki nem szereti a valóságot figyelni, de akkor ne elmélkedjék róla. És főként ne vitatkozzék tudatlansága összetákolt darabjaival.
Így történt, pedig Fabrizio nem volt ostoba, hogy mégsem vette észre. Az ő félhite a jóslatokban már-már egész hitté vált, olyan mély volt a hatás, mely fiatalon érte. Erre a hitre gondolni annyi volt, mint érezni és boldognak lenni. Makacsul kutatta, hogyan lehetne ezt a tudományt bizonyítottnak, igaznak tartani, olyannak, mint például a geometriát. Szenvedélyesen faggatta emlékeit. Megtörtént-e olykor, hogy a feltűnt előjeleket nem követték azok a szerencsés vagy szerencsétlen események, amelyeknek eljövetelét jósolták. Azt hitte, tárgyilagosan gondolkozik, és az igazság felé halad, s örömmel állapodott meg minden olyan emléknél, amikor az előjelt határozottan igazolták a szerencsés vagy szerencsétlen fordulatok, melyekre az előjel utalt. Ilyenkor álhítatos megdöbbenés és elérzékenyülés járta át, és leküzdhetetlenül idegenkedett volna attól az embertől, aki tagadja előjeleit, s főként, ha gúnyolja őt miattuk. Fabrizio csak ment, és nem is érezte, mekkora utat tesz meg. Idáig jutott meddő okoskodásában, mikor feltekinte, egyszerre megpillantotta apja kertjének falát. Az út fölött jobbra legalább 40 láb magasan emelkedett a fal, mely egy szép teraszt támasztott meg. Fent a kiugró mellvéd mentén faragott kőpárkány húzódott. Lenyűgöző látvány volt. Nem rossz, gondolta Fabrizio hidegen. Nemes architektúra, csak nem tiszta román stílus. Frissen szerzett ókori ismereteit csillogtatta önmaga előtt, majd undorodva elfordult, eszébe jutott apja ridegsége és főként bátyja, Ascanio, aki feljelentette, mikor ő visszatért Franciaországból. Ez a testvéri érzést megtagadó feljelentés új irányba terelte életemet. Gyűlölhetem, megvethetem, de bizonyos, hogy megváltoztatta sorsomat. Mi volnék most Novarába száműzve, ahol apám jószágigazgatója éppen csak, hogy megtűrt. Ha nagynéném szeretője nem ez a hatalmas miniszter. Mi volnék, ha nagynéném rideg és közönséges, és nem ilyen gyengéd és szenvedélyes? Ha nem szeret, hogy rajongva, nem is értem miért. Igen, mi volnék ma, ha Gina is olyan, mint a bátyja Del Dongo Marchi? A kegyetlen emlékek súlyával Fabrizio már csak bizonytalanul lépkedett. Odaért az árok partjára, a kastély csodálatos homlokzata éppen szembenézett vele. Jóformán egyetlen pillantást sem vetett az időtől feketült hatalmas épületre. Az épület nemes művészete hidegen hagyta, egyre csak bátyját és apját idézte maga elé, s lelke bezárult a szépség élménye elől. Csak arra ügyelt, hogy itt az álszent és veszélyes ellenségek közelében óvatos maradjon. Egy pillanatra felnézett a harmadik emeleti szoba kisablakára, mely mögött 1815-ig lakott, mély undorral nézte. Apja természete minden varástól megfosztotta gyerekkori emlékeit. Március 7-én este 8 órakor jártam ott bent utoljára. Úgy mentem el, hogy magamhoz veszem Vázi útlevelét, s másnap kémektől rettegve már sietnem kellett, hogy odébb álljak. Amikor Franciaországból visszajöttem, nem volt időm felmenni a kis szobába, még a metszeteimet sem nézhettem meg, és mindezt bátyám feljelentésének köszönhetem. Fabrizio irtózva elfordult. Blané abbé is 83 éves már, gondolta szomorúan. Ahogyan húgom mesélte, alig látogat el a kastélyba. Az öregkor rombolása elvégezte, amit el kellett végeznie. Erős, nemes szívét megdermesztette az idő. Ki tudja, milyen rég nem megy fel már a hangtoronyban sem. Talán a borospincében bújok el, a taposókád vagy a prés mögé. Ott maradok, míg felébred. Nem zavarom meg a jó öreg Blané álmát. Megtörténhetik, hogy az arcomat sem ismeri meg. 6 év sokat jelent. Mintha egy jó barátnak már csak a sírját láthatnám viszont. Gyerekes ötlet volt, hogy idejöttem apám kastélyát nézni és utálkozni. Fabrizio kilépett a templom előtti terecskére. Mintha látomást volna, megzavarodva, csodálkozva nézte a régi harangtalan második emeletén Blané abbé keskeny magas ablakát, az ablakot kicsi lámpa világította meg. Ahányszor az abbé felment megfigyelő állomása deszkakalitjába, mindig ebbe az ablakba állította a lámpát, hogy a fény ne zavarja planiszférája vizsgálatában. Ezt az égi térképet a nagy terrakotta váza fölé feszítette ki. A vázában egykor a kastély egyik narancsfája állt.
A váza mélyén parányi lámpa égett, kicsi bádok csövecske vezette ki a füstöt, és a cső árnyéka jelezte a térképen éjszakot. Ezek az egyszerű emlékek nagy megindultsággal áradtak szét Fabrícióban. Azt érezte, boldog. Két ujja segítségével szinte öntudatlanul füttyentett halkan, röviden aprót, így kérte régen, hogy bebocsássák. Azonnal meghallotta, hogy többször megrántják a kötelet, melyik fentről a megfigyelő állomásról kinyitja a torony ajtajának csappantóját. Rohant fel a lépcsőn, meghatottan, felindultan, az abbé ott ült szokott helyén a fából ácsolt karosszékben, mereven nézte a falra szerelt kis kvadránst. Bal kezével intett a fiúnak, ne zavarja vizsgálódásában, néhány pillanat múlva valamilyen számot jegyzett fel egy játékkártyára, majd a karosszékben megfordulva kitárta karját hősünk felé, Fabrício zokogva rohant hozzá. Blané abbé volt igazi apja. Már vártalak, mondta az abbé az első gyöngéd, áradó szavak után. Kérkedette a tudós csillagvizsgáló, vagy olyan gyakran gondolt Fabrícióra, hogy véletlenül valamilyen asztrológiai jel figyelmeztette a fiú érkezésére. Most már meg fogok halni, mondta később az abbé. Ó, hogy mondhat ilyet? Kiáltotta Fabrício megrendülten. Igen, meghalok, folytatta az abbé komolyan és minden szomorúság nélkül. 5,5 vagy 6,5 hónappal azután, hogy téged viszont látlak, kialszik életem, mert mindent megkapott, ami még boldogságához kellett. Mint a kis lámpa, ha olaja elfogyóban. A végső pillanat előtt 2-3 hónapot valószínűleg némán töltök, majd mindnyájunk atya magához szólít, ha úgy ítél, hogy teljesítettem kötelességemet azon a helyen, ahová őrszemként állított. És folytatta. Te... Fiam, egészen elcsigázott vagy a nagy felindulás után, most alvásra van szükséged. Amióta várom, hogy visszatérsz, kenyeret és pálinkát tartok elrejtve a nagy ládában a műszereim között. Ne vondd meg magadtól az ételt és az italt, igyekezz annyira erőre kapni, hogy még néhány percig figyelni tudj rám. Hatalmamban áll, hogy sok mindent mondjak még neked, mielőtt a nappal teljesen elnyomná az éjszakát. Most sokkal világosabban érzem mondani valómat, mint talán holnap. Mert mindig gyengék vagyunk, fiam, s a gyengeséget mindig figyelembe kell venni. Holnap talán az öreg embert, a földi embert, a halált váró előkészületek foglalják el, s holnap este 9-kor már el kell menned. Fabrício közben némán teljesítette, amit az abbé kívánt tőle, mindig engedelmeskedett neki. Tehát igaz, hogy amikor Waterloo-t akartad látni, először csak egy börtönt ismertél meg. Úgy van, atyám. Felelte Fabrício ámulva. Ez nagy szerencséd volt, mert az én szavam segítségével lelked egy másik börtönre készülhet, sokkal keményebbre, sokkal borzalmasabbra. Azt hiszem, csak egy bűn szabadít majd ki, de hála az égnek, ezt a bűnt nem te fogod elkövetni. Ne vétkezz soha, bármilyen erős legyen a kísértés, úgy látom, egy ártatlan ember meggyilkolásáról lesz szó, aki a te jogaidat bitorolja, anélkül, hogy tudná. Ha ellenállsz az erős kísértésnek, amit a becsület törvényei is igazolni látszanak majd, életed az emberek szerint nagyon boldog lesz. Néhány pillanatig gondolkodott, majd hozzátette. A bölcsek szerint mértéktartóan boldog. Úgy halsz meg, fiam, mint én, fatámlájú széken, távol a fénytől, a gazdagságból kiábrándulva, és ahogyan én, te sem tehetsz magadnak komoly szemrehányást. Folytatta. És most végeztünk a jövővel, már semmi fontosat nem tudnék a jövődről mondani. Hiába igyekeztem megtudni, meddig tart ez a fogság, 6 hónapról, 1 évről, 10 évről van-e szó, semmi jelt nem fedeztem fel. Úgy látszik, valamit elvétettem, s az ég a bizonytalanság szomorúságával akart megbüntetni. Csak annyit láttam, hogy fogságod után, de nem tudom, hogy pontosan akkor-e, amikor kiszabadulsz, megtörténik, amit bűnnek nevezek. Abban azonban szerencsére nem tévedhetek, hogy a bűnt nem te követed el. Ha gyenge leszel és mégis belekeveredsz a bűnbe, minden további számításom csupa hiba és tévedés. És akkor nem halsz meg megbékélt lélekkel, fatámlájú széken, fehér ruhában.
Ahogy ezt elmondta, Blané abbi fel akart állni, Fabrizio csak most látta meg igazán az időpusztítását. Egy percbe is beletelt, míg az abbé felállt, és a fiú felé tudott fordulni. Fabrizio mozdulatlanul némán állt. Az abbé újra és újra átölelt, és végtelen gyöngetséggel szólította magához. Majd régi vidám hangján szólalt meg, próbálj itt valahogy elhelyezkedni a műszereim közt, hogy elég kényelmesen alhass. Ragd le a prémes kabátjaimat, agad köztük néhány értékesebb darab, azokat még San Severina hercegné ajándékozta nekem 4 évvel ezelőtt. Arra kért, állítsam össze a te horoszkópodat. Én azonban óvakodtam elküldeni neki, de a bundáit megtartottam, és ezt a remek kvadránst is. A jövő feltárása mindig törvényszegés, és azzal a veszéllyel jár, hogy megváltoztatja az eseményeket, akkor pedig egész tudományunk a földre potyan, mint valami gyereki játék. Különben is kemény dolgokat kellett volna mondanom a csinos hercegnének. Most jut eszembe, nehogy megrémülj álmodban, ha füled mellett ijesztő zajjal megszólalnak a harangok, amikor zúgva a 7 órai misére hívnak. Később az alsó emeleten meghúzzák a nagy harangot, és ilyenkor megremeg minden műszerem. Szent Giovitának, a vértanúnak és harcosnak napja van ma. Tudod, ennek a kis Grianta falunak ugyanolyan a védőszentje, mint a nagy Brescianak. És hadd mondjam el zárójelben, ez az egyezés mulatságosan megtévesztette neves mesteremet, a ravennai Jacopo Marinit. Többször megjósolta, hogy milyen szép egyházi pálya vár rám. Azt hitte, a bressai gyönyörű San Giovita templom plébánosa leszek, és ide kerültem ebbe a kis faluba 750 hívő közé. De így volt jobb. Megértettem, még 10 éve sincs ennek. Ha a bressai plébániára kerülök, sorsom úgy alakul, hogy börtönbe hurcolnak a morvaországi dombra a Spielbergbe. Holnap majd különböző finom fogásokat hozok neked, lopok az ünnepi ebédről, melyen megvendégelem a környék plébánosait. Mind itt lesznek, hogy segítkezzenek a nagymisémen. Idehozom és lent lerakom, de nehogy beszélni akarj velem, csak akkor menj le, ha felhozd a finomságokat, amikor már hallottad, hogy eltávoztam. Nem akarom, hogy nappal láss engem. A nap holnap 7 óra 27 perckor nyugszik, én csak 8 óra után jövök haza, hogy megöleljelek. És akkor kell távoznod, miután a mutatók elhagyták a 9-et, vagyis mielőtt az óra 10-et ütne. Vigyázz, meg ne lássanak a toronyablakában. A csendőrök megkapták személyi leírásodat, a bátyád, az a zsarnok valamiképpen rendelkezik velük. És Del Dongo Márki egyre gyengébb, mondta még szomorúan Blané abbé. Ha viszont látna, csak kettesben lennétek, talán meg is ajándékozna még, de az ilyen titokban szerzett ajándék piszkos. Nem illik olyan emberhez, mint te vagy, akinek egyszer lelkiismerete lesz az ereje. A Márki gyűlöli Ascaniót, a fiát, s mégis ez a fiú örökli 5-6 millióját, ez az igazság. Ha meghalt, te 4000 frank járadékot kapsz majd, és 50 rő fekete posztót, hogy szolgáidat gyászruhába öltöztethessed.